Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket ebben a videóban. Arra, azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy hogyan érez irántad, mit gondol rólad az a bizonyos valaki, akire te gondolsz. Két paklit látok az asztalon, ezek közül tudtok választani, egyes pakli és kettes pakli, így találjátok meg az időbélyegeket is a leírásban és a kommentek között legfelül. És ha már pakli, akkor benne van a pakliban, hogy majd kis ásványokkal, amiket már ide is készítettem, ennek a kártyának, amit itt fölül látok, bizonyos elemeit ki kell takarnom, mert ez egy 18 pluszos pakli, úgyhogy lehet rajta olyan ábrázolás, ami nem feltétlenül YouTube barát. De ez természetesen az üzenetet nem befolyásolja, mindent hallani fogtok, amit hallanotok lehet. Hagyok most egy kis időt, hogy hangolódjatok a két kártyára, hogy megérezzétek, hogy melyik rezonál veletek, melyik tartalmaz nektek üzeneteket, de azért elmondom itt előre is, hogy ez egy időkapszulás üzenet, tehát bármikor találtok rá, az nektek szól, de ilyen üzenet már több is van fenn a csatornán, hogyha valamiért nem rezonál az, amit majd hallotok, ebben a videóban, akkor ne felejtsétek el számtalan más videóban még a csatornán, amiből ugyanúgy válogathattok, szemezgethettek, mert ha csak nem az van ráírva, hogy holdfázis videó, vagy napi videó, vagy valamely jegynek egy havi előrejelzése, akkor azok mind időkapszulások. Akkor most tényleg csöndben maradok, hangolódjatok a kártyákra, és utána kezdjük az egyes paklival. Na hát, sziasztok, kedves egyes paklit választok, láthatok az asztalon már számtalan kártyát, ami érkezett. Holszátok. Kérlek, ne felejtsétek el, hogy ami itt elhangzik, hogy mit gondol rólad a másik, az a bizonyos valaki, akire te gondoltál, az arról szól, hogy ő milyennek lát téged, nem arról, hogy te milyen vagy. Mert bizony előfordulhat, hogy ez a két dolog nem egyezik. Na, az üzenet, az egyértelmű üzenet, amit kiválasztottak, egyébként ez a három kártya volt az, amit választottatok. Szóval az általatok, hogy kiválasztott üzenet, amit mondana nektek a kedves, az, hogy újra és újra lejátszom magamba a szavaidat. Vagy a beszélgetéseinket. Szóval van itt valami ominózus beszélgetés, vagy beszélgetések. És az egész kirakás tulajdonképpen lehet, hogy e körül forog. A körül, ami elhangzik közöttetek, az, ahogyan kommunikáltok egymással, vagy aminek mutatjátok egymásnak magatokat, most elvonatkoztatva attól, hogy ez most valós, vagy valamilyen szerepkép. Hát itt vannak konfliktusok ezekbe. Tehát nem igazán van most egyetértés és harmónia köztetek. Tehát minimum most nem. Egyébként lehet köztetek olyan, akiknél ez húzamosabban jelen van. Tehát van itt egyfajta ilyen sevelet se nélküled, vagy egy ilyen macska-egérharc, ilyen folyton marakodó energia, de ugyanakkor van köztünk nagyon erős szikra, nagyon erős vonzódás. Szóval ilyen vonzó és taszító energia van egyszerre jelen ebben a kirakásban, és az, hogy most valami így kimerevedett, egy ilyen kép. Ez olyan, mint amikor egy filmben, vagy egy pillanat megállítóval megállítják, és ott maradunk annál a pillanatnál, és ez a pillanat az hosszan uralkodó jelleggel is akár jelen van, mert most olyan, mint hogyha egy kicsit befagytak volna köztetek a dolgok. Valami feszültség van köztetek, kisebb vagy nagyobb. Nyilván az alapján, hogy ki mit mondott, ki hogyan érthette azt, amit mondott. Itt biztos, hogy a másik fél az, hogy újra és újra lejátsza a fejébe, annak oka van. Ami elhangzott, azt vagy nem tudja megemészteni, vagy azzal nem ért egyet, vagy azt éppen hárítja magából, mert pontosan tudja, hogy teljes mértékig igaz. És több kártya is vonatkozik itt arra, hogy azért ezek a dolgok oda-vissza történnek, oda-vissza játszódnak. Meg arra is egyébként, hogy igen, van az életeteknek ez a konfliktusos része, és van az a része,
ahol viszont nem tudtok egymástól elszakadni, mert eszméleten erős kötődés van kettőtök között. Tehát ami nehézség, azt nehezen viselitek, ami édes pillanat, ami öröm, azt pedig nem tudjátok elengedni azért, mert. Tehát a kettő nagyon ellene hat egymásnak, de egyébként mondja itt a kártya, hogy nem csak kettőtök között van konfliktus, itt valószínűleg kívülről is vannak, érhetnek titeket olyan hatások, vagy legalábbis a párodat, a másik félt, akire te gondoltál, akár a párod, akár csak exed. Szóval a másik félt, az biztos, hogy érintik kívülről is olyan hatások, amik alapvetően tudják rombolni az ő hangulatát, és ez bizony olyan téma, ami az ő részéről hatással van a kapcsolatotokra, vagy konkrétan arról szól, vagy valamilyen áttételes módon, de érinti, befolyásolja a kapcsolatotokat, hatással van rá. Illetve azt mutatja a kártya, hogy sikerül neki ezt a hatást egyelőre pillanatnyilag közömbösíteni, amikor jól bavagytok egymással, akkor sikerül ezeket a hatásokat kiküszöbölnie, vagy elérnie, hogy ne zavarják meg azt az örömöt és azt a pillanatot, amiben vagytok. Tehát van egy ilyen állandó feszültség jelen, és van egy erős vonzódás, meg van most az, ami valószínűleg nálad történik, benned játszódik le, ez a kardok négyes, ami kétszer is megjelent. Egyébként itt is megjelent a négyes, ott is megjelent a négyes, ott egyből két négyes, a kardok és az érme négyes. Itt természetesen ez egyébként az a két jegy, vagy bocsánat, az a két kártya, ami azt mutatja, hogy mit gondol most rólad. És alapvetően azt gondolja, hogy te most egy kicsit visszahúzottál, neked most időre van szükséged, és valószínűleg lehet, hogy neki is, vagy pedig pont azon pörög az agy, hogy miért van neked szükséged időre, vagy mi állhat emögött, hogy neked időre van szükséged. Alapvetően ön úgy látja és úgy értékel, hogy van érték a kapcsolatotokba, és egyébként úgy gondolja, hogy ezt te is pontosan tudod, vagy másoknál van valami értékes az életetekben, amit szeretnél most megóvni. Mert nagyon egy ilyen óvó-védő energia van, egy ilyen sánc energia van nálatok, fölhúztatok bizonyos falakat, hát vagy a másikkal szemben, akiről itt kérdeztetek, vagy úgy több mindenkivel és több mindennel szembe, de ti most berendezkedtetek egy olyan álláspontra, vagy egy olyan helyzetbe, aminek az a lényeg, hogy védjétek magatokat, az a lényege, hogy elhatárolódjatok bizonyos dolgoktól, bizonyos történésektől, hogy ne érjen több veszteség, ne érjen több nehézség, ne érjen több kihívás titeket. Tehát nagyon erősen azt szeretnétek, hogy hogy csak az legyen jelen az életetekben, ami harmonizáló hatású, vagy amit úgy érzitek, hogy harmonikus a ti számotokra, és ez a kapcsolat, ahogy mondtam, ez van, hogy ilyen, van, hogy nem ilyen. Itt lehet, hogy többen próbáltok arra a pontra eljutni, amikor megszüntettek minden kommunikációt és minden kapcsolatot a másikkal, azért, hogy végképp le tudjatok szakadni róla, illetve lehet, hogy úgy gondoljátok, hogy ez átmenetileg, egy kis időt adtok magatoknak, hogy eldöntsétek, hogy mi legyen, illetve hát az is lehet, hogy tulajdonképpen valamely más körülmény kényszerít rá titeket. De ez a kapcsolat, ez egyébként még nincs lefutva. Tehát amit egyikőtök sem tud, mert azért tettem ide, hoztam ide nektek egy vakfolt kirakást is, nem csak azt nézzük, hogy ő mit gondol rólad, mit érez irántat, hanem azt is, hogy mi az, amit egyikőtök sem tud. És ez bizony a szenvedély kártyája. Úgyhogy biztos, hogy kettőtök között még nagyon erős vonzódás van, nincs még lezárva, nincs még lejátszva ez a kapcsolat, itt még nagyon erős szálak vannak annak ellenére, hogyha te próbálod is ezeket hatástalanítani. Egyébként, ahogy mondtam, ő így látja, hogy ebben a helyzetben vagy most, ez vagy így van, vagy nem így van, de ő ezt a magyarázatot adta magának,
te rólad, illetve azokról a azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amik most jellemzik a kettőtök kapcsolatát. Apropó, mi jellemzi a kettőtök kapcsolatát? Erre húztam két kártyát, és természetesen megint az ő szemszögéből, az ő értékelése szerint a szeretők és a közvetítő lapja jött ki. Megint egy olyan lap, ami azt mutatja, hogy itt van a ti kapcsolatotok, és vannak körülmények, amik valamiért fontosak a kapcsolat szempontjából, és itt, mintha te lennél ebbe a kapcsolat tartó. Tehát, mintha te lennél az, aki nagyon jól tudja áthidalni az ő néhány történését, vagy néhány körülményét. Lehet, hogy picit ilyen villámhárítónak is mutathat ez a lap titeket. Ez természetesen nem kell, hogy így fogalmazza meg magába, vagy így tudatosuljon belőle, de valami hasonlóra lehet itt gondolni. Nagyon szép odaadást lát felőled, tehát mindenféleképpen úgy értékeli, hogy itt egy nagyon erős szerelmi vonzódás, szerelmi kapcsolat van köztetek, ami abszolút kikezdhetetlen, az idők végezeteig is tarthat akár, illetve hát, hogy nagyon-nagyon odaadással vagy iránta. Akár így van, akár nem így van, az ő szemébe te, neki a nagy ő vagy. Tehát olyan nagy szenvedély, olyan nagy odaadás van köztetek, hogy abszolút arról van szó, hogy ti egy pár vagytok. Minden körülmények között, mert azért egyébként az is látszódik, hogy hol egyikőtök, hol másikótok dominál a kapcsolatba. Elég változatos és színes ez a kép, szóval egyáltalán nem egy szokványos vagy egy lapos kapcsolat. Hát lehet, hogy sok ajtócsapkodás van, lehet, hogy sok konfliktus van, nézeteltérés van köztetek. Hogyan érez irántad? Azért még 9-es lapja érkezett, de fejjel lefelé. Tehát azt az érzelmi gazdagságot, amit érez irántad, azt nem tudja kifejezni jelenleg. Valamiért. Vagy azért, mert te most jelenleg egy érzelmileg elérhetetlen állapotba vonultál vissza, vagy azért, mert ez az állandó konfliktus és azok, amik folyamatosan visszhangoznak a fejébe, és elhangzott dolgok, azok megakadályozzák, azok valami kis vörös zászlók és vészjelzők a fejébe, hogy nem mutassa ki az érzelmeit. Egyébként itt a diadalszekér jött vele, meg a botok királya, úgyhogy talán ez a legtöbbeteknél, talán ez a legkevésbé elképzelhető, de valami van, az is lehet, hogy nem tudja jól kifejezni, nem tudja annyira megmutatni, vagy nem egy a szeretett nyelvetek, és bár mutatja, de nem ér célba hozzád az az üzenet, amit ő küld. Tehát itt nagyon azt látom, hogy bár eszméletlen vonzódás van köztetek, ami valószínűleg semmiféleképpen sem a véletlen, na, de mondom, hogy a valószínűt azt töröljük, semmiféleképpen sem a véletlen műve, de nem nagyon értitek meg egymást, nem nagyon találjátok sok dologban a közös hangot, és valószínűleg ez valamiért mindannyiótoknak egy sarkalatos pont. Oké, tehát itt a vadász kártyája, vagy a szelidítés kártyája jött ki tulajdonképpen, de arról szól, hogy az egyik fél vadászik a másikra, de aki ma az, a zsákmány, az holnap a vadász lesz. Tehát folyamatosan ilyen oda-vissza pingpongozó energiák vannak, mint hogyha dobálnátok egymásnak ezt a fajta energiát, hogy szeretlek, nem szeretlek, vagy ez a durci-murci, jóba vagyunk, rosszba vagyunk, tehát ez a hol így, hol úgy vagyunk. Tehát nem igazán van stabilitás a kapcsolatotokban, nem igazán van állandóság, nem igazán van nyugalom, és tulajdonképpen valószínűleg ő itt akkor tudná az érzéseit jól átadni, jól megmutatni, jól kimutatni, ami egyébként egy nagyon... hát ezt hogy mondjam, hűséges, álhatatos, hát azt látjuk, hogy ragaszkodó, mert itt tulajdonképpen ő ezeket a gondolatokat már rég dobhatta volna, és gondolhatta volna azt, hogy itt semmit nem kezdnek veled újra. Persze, hogy azért kezdi mindig újra, vagy azért tér vissza mindig, mert van egy ilyen visszatérő energia, egy ilyen húz meg, erez meg, mert nem tud elszakadni, nem tud elválni ő sem tőled. Szóval rendkívül ragaszkodó, rendkívül hűséges, ezzel is tulajdonképpen kifejezi hozzád a kötődését, de az is biztos egyébként, hogy nem feltétlenül a szavak embere, és talán ezért, ha te az vagy, ha te jól ki tudod fejezni magadat,
akkor lehet, hogy ez a kifejezési mód, vagy ez a kifejezési szint az túl van azon, amit tud dekódolni magába. Szóval lehet, hogy azért játssza le újra és újra magába a beszélgetéseiteket, mert nem tud vele mit kezdeni, mert nem érti, hogy mit akartál vele mondani, vagy nem egyértelmű. Ő nem annyira a szavak embere. Ő az érzéseit ebbe a ragaszkodásába, a kötözködésébe, úristen, majdnem ezt mondtam, hát lehet, hogy ez is benne van. Szóval a kötődését így tudja kifejezni, hogy gondoskodik rólad, inkább ilyen anyagi, ilyen fizikai síkon, tehát inkább vesz ezt, azt, amaszt neked, és most, hogy rózsacsokrot vesz, vagy egy új töltőt a telefonodba, az persze, az nagyon nem ugyanaz, de mégis azt mutatja ki, hogy én így tudom kifejezni magamat, az érzéseimet, hogy gondoskodok arról, hogy ez meglegyen neked, amire szerintem neked szükséged van, vagy aminek te örülnél. De ez már egy másik kérdés, ugye? Hogy ki mennyit lát abból, hogy valójában mire van szükséged. Hát ő így tudná kifejezni az érzéseit, de most valamiért még ezen a módon se tudja kifejezni. Ennek ellenére nagyon gazdag és nagyon mély érzései vannak, tehát ez itt már a többi kártyából is kitűnt. Illetve én tovább is azt mondom, hogy szüksége is van rád, mert te valami fajta kötelék vagy valakik, vagy valami felé az életébe. Nem mondanám egyébként, hogy épp ezért itt érdekből szeret, mert nagyon mélyen szeret. Tehát én azt hiszem, hogy ez pluszban van itt nálatok, de az biztos, hogy itt van valami külső dolog, amivel ő nélküled nehezen birkózna meg, vagy nehezen kezdene, vagy lehet, hogy sokkal kevésbé lenne eredményes, vagy sokkal rosszabb helyzetben, szituációban lenne nélküled. Sok mindenféle fajta oka lehet ennek, de itt valamivel kapcsolatban te egy ilyen összekötő energia vagy, egy áthidaló energia, egy villámhárító energia, egy megoldó energia, tehát nem csak itt az érzelmi kötődés van köztetek. Sok mindenben ragaszkodik is hozzád. Na mi az, amit várhatsz tőle egyébként, vagy mi a következő lépés, amire készül erre a botok királya kártya érkezett, tehát ez a hódító energia. Tehát mindenféleképpen itt megy tovább a verki, tehát az, hogy te itt visszavonultál, arra ő még nem feltétlenül úgy fog reagálni, hogy jó, akkor elengedlek. Lehet egyébként, hogy néhányatoknál ez úgy történik, hogy ad időt, lehet, hogy másoknál nem is akar időt adni, mert azért a botok királya az türelmetlen, az egy sürgető energia, ő nem tud várni, ő a mostban él, és azonnal akar megélni mindent a legnagyobb hőfokkal, a legnagyobb hévvel, a legnagyobb vehemenciával. Egyébként itt az egész kirakásban nagyon sok a tűz energia. Itt lehet nyilas, kos érintettség, őnála, akiről most nézzük, hogy mit gondoltál rólad, illetve hát az is lehet, hogy valami együttállásotok van ezekben a jegyekben, hogyha oppá, az ásvány. Hú, nézzétek, a szívecske eldőlt. Én meg is ijedtem. Na. Szóval épp azt akartam mondani, amikor ez a szívecske megugrott, nagyot dobbant a szíve, hogy valami olyan területen lehet, nem feltétlenül a nap holt asszendens állása a kos vagy a nyilas, lehet, hogy van egy olyan együttállásotok, például Vénusszal kapcsolatban, vagy olyan fényszögetek az egymás horoszkópját, radixát összevetnék, ami erősen kos vagy nyilas energiákat mutat, de most így hirtelen, ahogy ezt kimondtam, ez az állandó optimizmus, amit legalábbis most jelen van, ez nagyon erősen nyilas, tehát ez a mindenféleképpen van egy célom, és addig megyek, amíg azt el nem érem, az persze nyilas, az optimizmus, de ez a kitartás, és ez az ösztönösség, és ez a ráálltam a dologra, ez már lehet kos, illetve bak energia is a részéről. Na hát, amit mondtam, hogy tettem itt nektek egy kis vakfolt kirakást, mi az, amit tudsz, és mi az, amit nem tudsz, te, ez már neked szól, de természetesen még mindig itt a másik fél az
ő. Tehát amit itt te nem tudsz, csak ő, az, hogy mire készül. Mert azért ő neki itt valószínűleg van egy terve, van egy elképzelése, hogy hogyan hódítson vissza téged. Ebből a taktikából itt már egy picit hallhattatok, hogy van, akinél időt ad, van, akinél nem ad időt, de itt azért a diadal szekér az megint az a kártya, amelyik megy. Attól diadal szekér, hogy olyan magabiztossága van, akár csak itt a botok királyának, tehát van egy olyan magabiztossága, van egy olyan optimizmusa, van egy terve, van egy ötlete, tehát impulzívan, ösztönből megy, csinálja, és ez egy megállíthatatlan lehengerlő energia. Tehát ő mindenféleképpen arra számít most, meg arra készül most, hogy téged visszahódítson, tulajdonképpen bármi áron majdnem, tehát hajlandó képes akár a legmesszebbekig is elmenni, hogy téged visszaszerezzen. Tehát még mindig azt látjuk, hogy még mindig körülötted forognak a gondolatai, az érzései, ugye arról már megbeszéltük, hogy milyen mélyek. Ami kicsit zavarba hoz, megmondom őszintén, de lehet, hogy ti, ugye ez egy általános videó, lehet, hogy ti, aki a részleteket a saját dolgaitokról tudjátok, illetve egy picit speciális üzenet néhányatoknak csak, az is valószínűleg pontosan tudja, hogy mi lehet itt a megoldás. Szóval van itt egy kártya ebbe a vakfolt kirakásba, ami a győzelemről szól. Győzelem és siker, ugye a kártyán a felirat, és ez az, amit mindketten tudtok. Hogy ezt most milyen értelembe kell érteni, hogy azért, mert tényleg egy ilyen húz meg eresz, meg ilyen taszító, vonzó kapcsolatban energia van köztetek, és tudjátok, hogy úgyis bevonzátok, visszavonzátok még a másikat, vagy akár csak az lehet az oka, hogy most mondjuk nem saját elhatározásból vagytok egymástól távol, hanem az élethelyzetek, a körülmények egyszerűen úgy hozták. Az nyilván, és akkor nyilván majd még találkozunk, majd még folytatjuk ezt a kapcsolatot, majd leszünk még közelebb egymáshoz, látjuk még többet egymást, üleljük még többet egymást, hogy most erről van szó, vagy bármi másról, vagy esetleg itt a negatív külső hatások is mondjuk nyomást gyakoroltak rátok, vagy például a külső hatás tényleg az, hogy mondjuk egy világ áll kettőtök között jelenleg, már kilométerekbe kifejezve. Szóval ez más-más lehet, de itt van ez a kártya. Itt van ez a kártya, hogy győzelem és siker azon a helyen, ahol mindketten tudtok, holott, amit csak te tudsz és ő nem, az egy nagyon más kártya, ez egy nagyon más energia. Hasonló, amit ott fönt láttunk egyébként. És ez pedig, ahogy látjátok, megint egy négyes kártya. Elégedetlenség és unalom itt a kifejezés, de itt is azt látjuk, hogy milyen messze van ettől a biztonságot adó stabil toronytól, vártól. Talán annak a várnak vagy te a királya, az ura. Szóval megint azt látjuk, hogy itt nagyon nagy távolság van köztetek, és ezt te nem feltétlenül tűröd jól, hogyha szeretnél vele együtt lenni. Az is lehet, hogy most úgy értékeled, hogy most a kapcsolatotok megfenek lett egy picit. De itt van valami érdektelenség. Elégedetlenség is lehet, de az is, hogy érdektelenség. Tehát most megint azt látni, hogy most érzelmileg valahogy megközelíthetetlen, vagy más módon, de elérhetetlen, vagy tehát nem jutnak el hozzád az ingerek. És ez igazándiból ezt a helyzetet te próbálod valamilyen módon palástolni, lehet, hogy nem mutatod olyan egyértelműen egyébként, de azért én ott azokból a kártyákból ott fölül azt láttam, hogy valamiért ezzel mégis tisztában van, valamilyen mértékben, vagy valami más jelekből veszi le, valamit azért ebből érez egyébként. Lehet, hogy másnak tulajdonítja, lehet, hogy másnak titulálja, de érzi ezt a fajta négyes energiát, érzi ezt a befagyott pillanatot.
Lehet, hogy adott esetben egy más magyarázatot adtál neki, hogy ez miért van, miért történik kettőtök között, mert ugye mindentől függetlenül ez a kártya azon a helyen volt, amit csak te tudsz, ő pedig nem. Ott pedig azt láttuk, hogy ő mit gondol rólad, vagy milyennek lát téged, vagy mik az elképzelései most rólad. Oké? Tehát itt valami csavar megint van. És megint azt mondom, hogy nem, jelenleg nem nyílt és őszinte a kapcsolatotok, vagy legalábbis nem tudjátok úgy megbeszélni, vagy nem akarjátok elmondani, és titkok vannak, takargatni valók vannak, olyan dolgok vannak, amikről úgy érzitek, hogy valamiért nem mondhatjátok ki, vagy pedig lehet ez a kommunikációs zavar is, amiről itt már szó volt, hogy a másik fél nem feltétlenül a szavak embere, és te bár mondasz neki dolgokat, de ő nem érti, hogy te az alatt mit értesz. Hát, hogy azok a dolgok, azok a szavak neki teljesen más jelentenek, más érzelmeket, vagy más gondolatokat lát mögötte. Más energiához társítja azokat a szavakat, mint amiket te kimondasz. De itt ez a szerelem még lángra fog lobbanni. Érdekes, mert a sikert azt eddig is tudtátok. Tehát ez a kártya, amit mind a ketten tudtok, ez a kártya, amit nem tud egyikőtök sem. A siker és a győzelem, itt pedig a lángra lobbant szenvedély. Tehát egyikőtök sem tudja még, hogy ez a kapcsolat milyen szenvedély fog még megélni, milyen hőfokig fog még fokozódni, de fog. És egyébként ez itt a botok, ebbe a pakliba a botoknak megfelelő kártya, abból is az ász, tehát új lehetőségek nyílnak még ezelőtt a kapcsolat előtt. Újabbak, mint amit eddig gondoltatok volna. Több mindent tartogat még nektek ez a kapcsolat, mint ameddig eddig eljutott. Vagy amit jelenleg gondolnátok róla. És ez mindkettőtökre igaz egyébként? Hát jelenleg legalábbis, mert jelenleg olyan dolgok hangoztak el köztetek, amik nem a harmóniát hozták létre köztetek. Egy kicsit ilyen zűrzavaros lett tőle az egész. Beékelődtek közétek azok a kimondott dolgok, most függetlenül attól, hogy most mennyire volt őszinte, vagy mennyire csak az indulat és a pillanat heve hozta azokat a szavakat, mennyire gondoltad komolyan, vagy gondoltátok komolyan, mert itt beszélgetésről van szó végül is, tehát itt valószínűleg mind a ketten mondtatok ezt, azt, amazt. Na nézzük, mit üzen nektek a Jós kártya. Neked mit üzen a Jós kártya itt már ebben a kapcsolódásban? Mi a tanácsa, vagy mi az, amit rá szeretne világítani? Mókus szellem, higgy magadba. Most megint érdekes, mert a mókus szellem az nekem nagyon erősen rezonál, és színében is nagyon harmonikus az érmék négyessel. Mert a mókus is télire ezeket az érméket, ezt a négy érmét minden télen elteszi, de ő is megint szakaszosan időnként csinálja ezt. Hát nyilván tavasszal meg nyáron. Vagy tavasszal meg nyáron, igen, azt hiszem, hogy ősszel tároz be inkább, tehát tavasszal meg nyáron él abból, ami van, és amikor ősszel itt van az új term, és akkor meg betároz magára télire, de nektek is itt megint mutatja, hogy van még ebbe a kapcsolatba tartalék, amit így betároztatok. És lehet, hogy akkor itt, amit lát nálad, azt akár ebben az értelemben is vehetjük, hogy ő pontosan tudja, ezt gondolja. És lehet, hogy ez az, amivel ő többet tud, mint te magadról. Te magadról a kardok négyes tudod lehet, illetve itt a kehely négyest, hogy te most egy kicsit visszavonultál, neked most egy kis időre van szükséged, mert te most jelenleg nem látod azt ebbe a kapcsolódásba, amit látni szeretnél. De a mókus szellem azt mondja, hogy de,
van ott valami tartalék még, és nekem megint ez a kártya azt mondja, hogy ez a kapcsolat még életképes. Tehát itt még van értelme, hogyha mind a ketten szeretnétek, akartok, meg tudtok is változtatni és tenni a kapcsolatért, akkor akár tudtok is, akár tudnátok is. A kérdés, hogy megegyeztek-e abban, hogy mit kell tenni. De igen, tehát hogyha minden ketten akartok, mind a ketten tudtok, és mind a ketten itt tesznek is érte, akkor biztos, hogy itt valami még lehet. Ez még mehet tovább, ez a kapcsolat nem halt meg, ez a kapcsolat nem eleve bukásra ítélt. De valószínűleg itt vannak olyan terheltségek, olyan dolgok, amiket fel kell oldani, amiket meg kell fejlődni, amiket meg kell tapasztalni, amin keresztül kell menni ahhoz, hogy elő tudjon jönni az az igazi szamata, az az igazi íz ennek a kapcsolatnak. Mert valamiért eddig, még ha bukdácsolt is, de hát oka van, hogy még kitartottatok eddig egymást, mert sok oka van, hogy most nézed ezt a videót. Persze a mókus szellem azt is mondja, hogy ugye azt mondja, hogy higgy magadba. De ebből már látjuk ebből a mondatból, hogy itt a mondat mögött megvan az az információnk, hogy nem tudsz róla, vagy kételkedsz abba, hogy itt van még tartalék ebbe a kapcsolatban, hogy van mit előásni még. Ezt a pakli ezt úgy magyarázza, úgy vezeti le, úgy próbál meg rávezetni minket erre az energiára, hogy mutatja, hogy mintha a mókuska elfelejtette volna, hogy hova dugtál a tartalékait. Mert tudjátok, a mókusok ide-oda, amúgy mindenhova szeretnek elrejtegetni, hát nyilván azért, hogyha ez a helyszín befagy, akkor még a másik helyszínen is legyen neki olyan elásott kis tartalék, amit elő tudsz szedni. Szóval ők több helyre is bespájzolnak, és minthogyha te neked lenne egy ilyen elfelejtett, bespájzolt helyed. Mármint, hogy a kapcsolatotoknak egy tartalék. Valami, ami előkerülhet idővel, és ami tudja táplálni, és ami tudja megoldani a konfliktusokat, vagy azokat a helyzeteket, vagy segít átlendülni ezeken. De felolvasom nektek talán az ide vonatkozó kis üzenetet a mókus szellemtől, ezt az alsó részt. Az élet kiszámíthatatlansága aláshatja néha az önbizalmadat és azt a hitedet, hogy képes vagy megbirkózni az utadba kerülő kihívásokkal. Megriadsz, mint egy mókus, mert úgy érzed, hogy nem tudsz eleget nyújtani, vagy hogy nincs még elég valamiből. Megfeledkeztél az erődről, a bölcsességedről és a forrásaidról? Nagyon sokat köszönhetsz kreativitásodnak, ügyességednek és mindannak, amit a szellemtől kapsz ahhoz, hogy megbirkozza nehéz időszakokkal. Nézd most vissza az életedre, és jusson eszedbe, hogy mindig megkaptál mindent, amire szükséged volt, még a legnehezebb időszakokban is. Az élet szeret téged, és sok-sok rejtett kincset tartogat még számodra, amelyek mindent feltárnak majd, ha itt lesz az ideje, úgyhogy nyugodj meg. A mókus szellem tudatja veled, hogy készen állsz bármilyen kihívásra. Bíz magadban, és bíz benne, hogy a szellem ott áll mögötted. És azt hiszem, hogy nagyon nagy szükségetek van erre az üzenetre, és ezt tudja a másik fél is, hiszen itt ez a kártya odaérkezett, hogy mit gondol rólad. Pontosan tudja, hogy nálad ott van még, vagy ott van az, ami benned rejtőzik, az, ami a kapcsolatotoknak nagyon-nagyon jót tesz. Maga az is lehet, hogy a gyógyír a kapcsolatotokra, vagy a kapcsolati problémáitokra. Csak te nem tudod. És ezért húztad fel ezeket a falakat, ezért van ez a távolságtartás a részedről jelenleg. Remélhetőleg mihamarabb átérzitek ezt a bennetek rejlő erőt, és tudtok tenni azért, hogy minél harmonikusabb legyen az életetek. Mert azért én itt azt látom, hogy a másik pontosan tudja, hogy micsoda érték lakozik benned. Én azt hiszem, hogy sokkal jobban bízik benned, sokkal inkább látja az értékeidet adott esetben, mint te magad. Bár értem és látom, hogy néha a viselkedéséből nem feltétlenül ezt látod, mert azért itt oda-vissza történnek a dolgok, és azt is látjuk, hogy nem feltétlenül jól tudja kifejezni, hogy mit érez irántad, milyen mélységes, mindaz, amit
amit ő is érezt, illetve talán nem tudja ezt bemutatni neked, amiről most itt el, ami most itt elhangzott, amiről a kártyák beszélnek. De ettől függetlenül ez így van. Hát nos, kedves egyes paktit választok, ez volt a ti üzenetetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek, meghallgattátok. Én remélem, hogy tudott nektek segíteni. És végsorban azt is remélem, hogy rezonált veletek, mert itt egy jó kicsengésű üzenetet kaptatok. Minden lehetőségetek és esélyetek megvan arra, hogy ez egy csodálatos kapcsolódás legyen kettőtök között. Ha tetszett a videó, kérlek, ne felejtsétek el lájkolni, ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, amíg nem lennétek, de hasonló tartalmak érdekelnek, hogy legközelebb is találkozhassunk. Sziasztok! Na hát, sziasztok, kedves kettes paktit választok, itt láthatjátok a ti lapjaitokat már. Ezt a négy lapot választottátok, megint egy nagyon egységes üzenet érkezett hozzátok, minden kártya alátámasztja a másikat, az egységes üzenetet, csak úgy, mint az egyes paktinál. Itt az írott üzenet, amit láthattok, az egyik kártya, amit választottátok, hogy remélem egy nap megbocsájtod azt, amit tettem, amit elkövettem. És valahol erről van szó. Itt valaki nem tudta, hogy mondjam, tűrtöztetni magát. Itt valaki nem tudott megállt parancsolni magának, akkor, amikor talán a legjobban kellett volna. Itt van valami visszaélés valamivel. Itt valaki csalt, itt valaki nem tartott be bizonyos határokat, nem tisztelt bizonyos dolgokat. Nyilván valószínűleg veled kapcsolatban sem, mert lehet ez itt egy megcsalás története néhányatoknál, lehet, hogy sokadik megcsalás története, lehet, hogy teljesen másról van szó, lehet, hogy más határokat lépett át ez a bizonyos valaki, de én azt hiszem, hogy itt alapvetően ő nem tud uralkodni magán. Nem tud magának olyan értékeket felállítani, amik alapján azokban a bizonyos helyzetekben a jó döntést hozza meg. És itt kérdés ebben a kapcsolatban, mert a kardok ásza kártya, ami szintén érkezett nektek, azt mutatja, hogy ennek tudatában, ennek ismeretében most, hogy a dolgok megtörténtek, most, hogy a dolgok kiderültek, a felszínen vannak, vajon lehet ebből valami értéket még kovácsolni? Lehet-e még bizalmat építeni arra, adott esetben akár arra, ami történt? Mert a kardok ásza kártya ezt mutatja, hogy tudjuk, hogy van kockázati tényező most már mindenféleképpen, de ennek ellenére tudunk-e bízni még a másikba. Úgyhogy azt a rozsdás szöget a szívetekbe adott esetben beleütötték, amit itt konkrétan látunk, ez egy szív benne egy szöggel, és a kalapácsot van a másik kezében lehet, ahogy Presser Gábor is énekelte, de igen. Tehát itt nagy volt a kísértés valaki számára, és nem tudta azt mondani magának, hogy nem élt a felkínálkozó lehetőséggel. Ami ennek téged lát, vagy gondol, nektek is felhívom a figyelmeteket, hogy ez a videó arról szól, hogy milyennek lát, vagy milyennek gondol ő titeket, nem arról, hogy valójában milyennek vagytok. Itt lehet eltérés, lehet kisebb, lehet nagyobb eltérés is. A valóság is az ő érzékelések között. Ő ennek a botok hetesnek lát titeket. Egy tüzes, karakteres, vagy minimum erős nőnek. És itt igazándiból, hogy ő szolgáltatja folyamatosan azokat a helyzeteket, amikkel kapcsolatban azt várja el, vagy azt gondolja, hogy te majd azzal megbirkózol, te majd azt eltűröd, vagy valahogy magadban majd megoldod, vagy pedig a másik lehetőség, vagy pedig azt jelentheti, hogy úgy látja, hogy túlságosan elfoglalt vagy, tehát túlságosan sok mindennel foglalkozol, és talán túlságosan keveset veletek, ezt a botok kártya, tehát tűz, szenvedély, kreativitás, tehát lehet, hogy kicsit kevés az ő számára az, amit neki nyújtani tudsz, azon a területen, ahol ő aztán végső soron elkalandozott. De itt majd mindjárt látjátok a szamaritános kártyával is, és aztán itt is, hogy ő kellőképpen megvan arról győződve, hogy talán nem is csak reméli, igen, gondolja, és lehet, hogy néhány esetben talán el is várja,
hogy ti megbocsássatok. Természetesen nem minden esetben általános videó, tehát nem mindenki kell, hogy most arra gondoljon, hogy a másik elvárja tőle. De igen, tehát van egy ilyen remény, van egy ilyen elképzelés. Hogyha annyi mindennel meg tudtok birkózni, akkor meg tudtok birkózni még ezzel is. Hogy itt győzni tudtok ezek felett a nehézségek, mondom inkább úgy, ezek a nehézségek, ezek a problémák nem győznek le téged. Nem győzik le a ti kapcsolatotokat, és megmarad köztetek egyfajta kötelék. Most itt mondom ezt így azért, mert lehet, hogy néhányan közületek párkapcsolatban vagytok még, és akkor a másik a párkapcsolat fennmaradásáról gondolja mindezt. Lehet, hogy már nem vagytok kapcsolatban, de a másik szeretné, hogyha legalább jó szívvel gondolná rá, vagy esetleg barátság maradna, vagy ha esetleg van közös gyerek, akkor a közös gyerek miatt. Tehát mindenféleképpen itt, és majd látjátok, hogy igazándiból ez sokkal inkább jelen van, mint csak abban a kártyában, itt majd még lesz erre utalás. Szóval ő nagyon szeretné, és talán tenni is fog azért, hogy mindez létrejöjjön. Hát nyilván a saját szintjén, a maga módján mindenki, és hát nyilván az eredményesség is mindenkinél más-más lehet közületek. De a szamaritánus kártyával, akkor most már térjünk rá, nagyon erősen ott van az az elképzelés, hogy ugye a szamaritánus, hát ki a szamaritánus, szóval, hogy úgy viselkedsz, mint egy jó szamaritánus, hogy olyankor is megbocsátasz, és segítesz, és megmarad ez a kötelék, ez a kötődés, mert látjátok, egymásba kapaszkodik a két ember. Szóval, hogy ti sem eresztitek el egymást, mert olyankor is segítesz, és olyankor is ott vagy, és olyankor is lehet rád számítani, amikor már talán senki más nem tenné, vagy senki más nem tette volna meg azt a helyetekbe. Tehát nagyon erősen a szívedre, a jó szívedre appellál, bár majd itt lesz egy vakfolt kirakás, amiben látjuk, hogy majd megbeszéljük, hogy erre most van alap, vagy nincs alap mindenre, hogy erre talán épít is, vagy építhet is. Na, minden esetre számít rá, és minden esetre próbálja valószínűleg ezt benned megerősíteni, felfedezni, vagy valami halvány szikráját látni, láttatni magával, hogy mindez lehetséges, hogy ott van benned még egy remény. Tehát egy reménysugárt mindenféleképpen lát arra, hogy valami itt változzon jó irányba, hogy te neki megbocsáss, vagy túl legyetek ezen a dolgon. Mit érez irántad? Az érmékötös kártyája jött ide, és milyen szép kifejező képi alkotása ez ennek az üzenetnek, mintha konkrétan arra gondolni itt az ember a fejét fogva, hogy remélem, hogy egy nap még megbocsájtasz nekem. Érmékötös kártya a bizalom, a biztonság elvesztéséről szól. Hát itt fölül van az az öt érme, ami oly fontos ő neki, amit talán téged is jelképez, hát téged is szimbolizálhat. Meg itt egy jó sok sötét, fekete lépcsőfok, amin neki fel kellene lépkednie ahhoz, hogy elérhesse mindazt, amire vágyik, ami fontos számára. De van itt több nehezítő tényező, illetve nincs itt valós nehezítő tényező, itt ami nehezítő tényező az ő saját maga. Tehát itt én azt hiszem, hogy nagyon erősen önszabotásról volt, szóval itt valaki nagyon nagy öngolt rúgott, mármint hogy ez a bizonyos valaki, akiről nézed ezt a videót, mert látjuk, hogy mezítláb van, látjuk, hogy sok lépcsőfok van, látjuk, hogy fekete, sötét a lépcsőfok, koszos, nem tudjuk milyen. De igazándiból, ha ránézünk a képre, mi nagyon tudjuk, hogy ennyi dolgot kellene tennie, vagy egy dolgot, több mozdulatot, föláll, megfordul és fölsétál a lépcsőn. Tehát sem az, hogy mezítláb van, sem az, hogy fekete, sem az, hogy lépcsőfok. Tehát bármi, amit itt föl tudna sorolni, amit mutatja nekünk ezt a komor hangulatot, az tulajdonképpen hát baromi egyszerűen megoldható lenne. De ő néhány dolgot végzetesnek lát, illetve hát érezheti azt, hogy itt ő végzetes dolgot követette, amiből igen, szeretné, hogyha megbocsátanál, és szeretné, hogyha lenne visszaút, de egyelőre még azt a kicsinke erőfeszítést sem tudja itt ezen a képen megtenni, amit kellene, meg amit lehetne.
Egyébként majd itt látjuk, hogy amit majd legközelebb tenni fog, vagy amit tenni készül, az már azért ennél biztatóbb, ennél jobb, de itt azért a teljes reménybesztettséget és a kilátástalanságot látjuk ezen a lapon. Hát ezek az ő érzései irántad, én itt azt hiszem, hogy itt arról van szó, hogy ő elveszített téged ezzel a tettével, vagy ezekkel a húzásaival, és hogy bár igazándiból talán arra is utalhat néhányatoknál, hogy lehet, hogy visszamehetne, vagy lehet, hogy meg lehet gyógyítani ezt a kapcsolatot, de most nem igazán tudja megtenni azt, ami ehhez szükséges. A jövő tekintetében, ahogy mondtam, a következő kártya, hogy mire készül, az az érmék kettes, tehát ez már egy egyensúlyi kártya, azért itt már látjuk, hogy hát rendbe szedte a ruházatát, vélhetőleg cipő is van rajta, aktivizálta magát, itt már van egyfajta derű ebben a labban, van egyfajta játékosság, úgyhogy mindenféleképpen azt hiszem, hogy össze fogja ő szedni magát idővel, és meg fog tenni néhány lépést, hogy itt jóvá tételt hozzon. Mert az érmékkettes az pont arról szól, hogy visszaállítom a harmóniát, az egyensúlyot, érmelap, tehát a bizalomról is alapvetően szól. Mutatja, hogy igen, ezért kell tenni dolgokat, nagyon ügyesnek kell lenni, nagyon koncentráltnak kell lenni, és mindeközben ráadásul még egyfajta derűt, egyfajta könnyedséget és játékosságot is kell hozni, szóval sok mindent kell itt tenni. Alapvetően, ha ez a kártya érkezik egy párkapcsolathoz, az egy jó jel lenne, de hát ugye itt nehezített pályán kell mindent egyszerre hozni és tenni ahhoz, hogy. És akkor igazániból ti tudjátok, hogy egyenként, akik nézitek a videót, hogy van esély, vagy nincs esély ennek a bizonyos valakinek még nálatok, hogy van-e még itt, amire valójában appellálhat nálatok, vagy nincs. De ő megpróbálja majd, nem fog rajta múlani. Azt hiszem, már itt igazándiból nem a bizalomról beszélünk, tehát itt félreértés ne esik, nem arról szól a kártya, hogy ő innentől kezdve megbízható, és tud majd uralkodni magán. Hát itt egy kis zsonglőrködést látunk, maradjunk annyiba, és hogy itt vannak-e valós változások a háttérbe, amit téged megnyugtathatna, és adott esetben biztosíthatna arról, hogy többet ilyen nem fordul elő, arról sokat nem árul ez a lap. Én azt mondom, hogy itt ebben az ábrázolásban egy pici bűvész energiát érzek, és azért a bűvészek ugye mindig trükkel jönnek, mindig csalnak, mindig megtévesztőek, tehát inkább többet adnak a látványra, mint hogy valóságos csoda történne. Ebből egy picit kiindulhattok, de mondom, ez egy általános videó, azért senki ne gondoljon bele olyasmit, ami nincs ott a háttérben. Nem mindenkinek egyértelműen mutatja azt, hogy ez kamu iparkodás lenne. Lehet, hogy így kezdődik egy valós változás, és hogy először még kell bele ez az erőfeszítés, és kell ez a magam előtt is egy picit megjátszom, amíg bele nem kerülök abba az áramlásba, abba a flow-ba. Na minden esetre egy változásnak, egy iránynak ez megfelel. És most pedig gyújtok egy lámpát, hogy jobban lássunk. Hogyha ti jobban lássok, mert lehet, hogy ti eddig is jól láttatok, hogyha a kamera tudott világosítani a felvételen, de én biztos, hogy már jobban látok. Na, mit mutat a bakfolt kirakás, ez a négy kártya itt? Hát amiről mind a ketten tudtok, az az árnyék kártya. Ez ugye a hold kártyája, egy normál taró pakliba. Hát mindennek van szép, meg sötét oldala. Itt azért egy sötét oldalt láthattunk, meg itt is láthattuk ezt a nagy sötétséget. Igazándiból igen, tehát ennek a kapcsolatnak mindig is meg lesz ez a kettőssége, meg ugye a hold, tehát a bizalmatlanságot mutatja megint, a bizonytalanságot, a változékonyságot, a gyengeséget, az álfolyok, tehát egy vízenergia. Tehát alapvetően benne van ez a megbízhatatlanság, ez a kontrollálatlanság, hát az olyan, mint hogy ebben a kapcsolatban most neked kellene a dúzasztógát szerepét felvállalni. De hát arra a gátra folyamatos nyomás helyeződik. A víznek se jó, mert vissza van tartva, és van egy pont, vagy lesz egy pont, amikor majd átcsapnak a hullámok ezen a gáton, és annál nagyobb romboló, pusztító energiával árad majd az a víz, hogyha leomlott a gát.
Tehát ez a tényező, ez a dinamika, ez benne van ebben a kapcsolatban, és most látom ezen a kártyán, hogy itt a nap és itt a hoált szimbóluma, és eddig föl se tűnt a ruhájukon, tehát fény és árnyék, de lehet, hogy ti ketten vagytok ez a férjes feleség. Szóval fény és árnyék, azt akartam mondani. De hát ketten együtt markoljátok ezt a jogart, vagy nem is tudom én mit, a hatalomnak a szimbólumát, amit egyébként teljesen más, szintén ott egy bot, csak itt egyedül ragadta meg az az úriember. Nem véletlenül oda tettem azt az ametisztet, hát képzelhetitek, hogy mi van ábrázolva, tehát ezt nem hiszem, hogy megmutathatnám, mert azt hiszem, hogy a YouTube gyorsan bekorlátozná a videót. Szóval itt ketten fogjátok, már lényeg a lényeg. Van, ami összeköt titeteket, tehát van közös pont köztetek, de igen, tehát megvan ez a kettősség, és ez most vállaljátok, vagy nem vállaljátok. Ez egyszerű tény, hogy ez itt van a kettőtök kapcsolódásában, ez a felállás köztetek. Na, amit csak ő tud, és te nem, a korona csakra érkezett meg. Nagyon érdekes, hogy ez a kártya érkezett. A korona csakrahoz ugye egy felsőbb csakra, a legfelső csakránk, a fizikai csakránk közül a legfelső, egyfajta kapcsolatot mutat az égiek felé. Az a csakra, amin keresztül kapcsolódhatunk a felsőbbrendű énünkhöz. De a helyzet az, hogy nem csak ahhoz. Tehát kinek-kinek tudatossága szerint, meg energiái szerint, hogyan mozgatja ezeket az energiákat, mit enged át, hogy milyen gondolatok uralkodjanak el rajta, vagy milyen gondolatiságokat fogadjon, ez más-más lehet. Én azt hiszem, hogy itt talán azt is jelöli, hogy nem tudhatod, és nem láthatod feltétlenül, hogy mi minden jár az ő fejébe. Hogy mi minden gondolatiság fogant meg ott benne, fejbe. Amit itt hallottunk, az biztos, hogy reméli, hogy egy nap megbocsájtasz neki. Ez már mutat némi önismeretet, meg elfogadást, mert amíg nem fogadom el, hogy mibe kerültem, vagy ki vagyok, vagy milyen személyiség vagyok, addig biztos, hogy nem fogok bocsánatot se kérni, és amíg nem kérek bocsánatot, addig valószínűleg, már mint legalább minimum így gondolatba, addig valószínűleg nem is fogok változtatni, még ezután sem biztos, de ez egy ilyen előfeltétele. És azért itt neki nagyon intenzív lehet a korona csak érted. Nagyon sok minden megfordulhat a fejébe, és lejátszódhat, nem véletlenül fogja a fejét egyébként. Valószínűleg, hogy elég nehéz dolgok, gondolatok is ott lehetnek. Tehát most egy dolog, hogy mit mutat egyébként, meg mit látsz tőle, de az biztos, hogy nem nyugodt attól ő sem, amit tett. Amit te tudsz, amit te nyilvánvalóan átérzel, ő viszont nem tud róla. Az az érzelmi veszteségkelt. És ezért mondtam, hogy itt majd kérdés lehet az, hogy az ő számítása, hogy neked majd úgymond megint itt megesik rajta a szíved, és bármit is elköveted, bármit is mondasz, annak ellenére majd támogatod tovább, és segíted őt, és ott leszel neki, mindig számíthat rád. Szóval az, hogy ő nem tudja, amikor ezen gondolkodik, akkor nem tudja azt, és ilyen erős Amazonnak lát téged, hogy mindenen keresztül mész, nem tudja azt, hogy milyen erős érzelmi veszteség ez. Tehát valószínűleg azért érzem, lehet, hogy sokat gondolkodik róla, és sok minden megfordul a fejébe, és egyáltalán nem nyugodt, de itt a fejről beszélünk, korona csakráról, nem a szív csakráról, nem az érzelmeiről. Oké? El se tudja képzelni, hogy ez érzelmileg mit jelent számodra az, ami történt, hogy mit játszott ő el, hogy milyen érzéseket okozott neked, hogy milyen fájdalmat okozott, hogy mennyi minden szinten veszteség ez a te számodra. Hogy nem csak egy mondat vagy két mondatban leírható és megfogalmazható az, ami történt, hanem itt sokkal mélyebb és sokkal több rétűbb az,
ami miatt te fájdalmat érzel, veszteséget érzel, elhagyatottságot érzel, magányt érzel. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy mondjuk elárultak, vagy megcsaltak, vagy becsaptak, vagy hazudtak neked. Itt ez a te számodra sokkal többről szól. Sokkal többet vesztettél, mint hogy el lehetne ilyen szavakkal ezt mondani. És ez az, amit ő egyáltalán nem lát át, amit egyáltalán nem ért, pedig azért látjuk, hogy azért ahhoz azért eleget felmért belőle, hogy. De ezek inkább gondolatiság szintjén vannak, én azt hiszem. És tulajdonképpen az ő érzelmeit mutatta feléd, de lehet, hogy teljesen más érzelmei lennének, ha tisztában lenne azzal, hogy te milyen helyzetbe kerültél ezáltal érzelmileg. Tehát itt, hogy most önmagát sajnálja, miközben itt téged ért ekkora veszteség, az igen, az elég egós dolog, az fejben történik. És arra számít, hogy te erős vagy, és elkapod, és segítesz neki, miközben te most rohadtul nem vagy erős, érzelmileg legalábbis nem. Legalábbis felé nem. Ez a kapcsolat nagyon megingott a te részedről. És nem, hogy ilyen erős karokkal elkapnád, hanem lehet, hogy egy hajszálon múlik. De ő azt hiszem, hogy biztos abban, hogy te majd a jó szívednél fogva, de most pont a szíved fáj, pont azt árulták el. Hát ott van, látjuk, beleverték a szöget, tehát át van szúrva. Tehát ez, én azt hiszem, hogy ez az ember nem igazán méri föl azt, hogy akár első, akár sokadik, teljesen mindegy alkalommal mit okozott. Amit egyik őtök sem tud, az a kívánságok teljesülnek kártya a ti esetetekben. Nem próbálom elintézni, hogy élesen fókuszáljon ide a videó, mert én valamiért a monitoron nem látom élesnek ezt a kártyát, de remélem, hogy ti igen. Szóval lesz itt még kívánság, ami teljesül, de hát mit kívántok ti? Ez a kívánság teljesül talán? És mit jelent az, hogy megbocsájtasz? Ez megint mindenkinél más-más lehet, mert persze még talán azok a sebek is egy idő után begyógyulnak, de vajon a bizalom visszáll, a bizalom helyreáll? Ez itt a nagy kérdés. Mindannyiótoknál más-más lehet. Én nekem itt, amit mutat jelen esetben ez a kártya, az az, hogy tulajdonképpen rajtatok múlik. Ez a helyzet. Nyilván a fájdalmatok múlik, nyilván az idő gyógyít dolgokat, nyilván itt még majd lesznek dolgok, ezt láttuk, amikkel ő majd próbálkozik, hogy nálad eléri ezt a megbocsátást, hogy az ő kívánság, az a kívánság, hogy megbocsátasz neki, ezt teljesüljön. Nyilván itt megint más-más lehet a történet, hogy kinek a párja, vagy az a bizonyos másik mennyit tesz értetek, mi az, ameddig elmegy, mi az, amit megmutat, mi az, amit bemutat, mi az, amit le tud tenni az asztalra, már itt az érmék analógiáján, mert ezeknek az érméknek nagyon helye lenne, amit ebbe a kincses ládába. Szóval valószínűleg pakol oda bele, de hogy ez nektek elég lesz-e? Hát talán arra, hogy egyfajta ilyen megbocsájtást elérjen, arra igen, de itt ahogy már kezdtem, ez a megbocsájtás, ez lehet egy jó kapcsolat, hogy köszönünk az utcán, nem fordítjuk el a fejünket, vagy hogy tisztességesen tudunk beszélni, vagy ha barátok tudunk volna maradni, illetve lefedheti azt is, hogy köztünk a dolgok helyre jönnek, és újra egy pár leszünk. Erre is megvan egyébként az esély, de én azt hiszem, hogy ez rajtatok múlik, és megint olyasmi, ami mindenkinél más-más lehet. Nézzünk nektek is egy orákulum kártyát. Mit mondanak a segítőitek? Ez már nektek tanács, nem neki, nektek.
Ujka szellem fordult itt meg egy pillanatra. Nem a tilapotok, de adj hálát és légy kegyes. Tehát ez megint a megbocsátásnak, meg a kegyességnek az energiáját hozza. Hát biztos, hogy hálás lesz, mondjuk megbocsátasz neki, csak ez meddig tartana, tehát ez kérdés. Na most itt elment az ametisztünk. Csalogány szellem körbevesz a szeretet. 41-es. 4-es. 1-es. Jaj, ez itt a hú. Aha, 12-es. Ezt a kártyát én nektek eddig úgy értékeltem, és úgy olvastam, mind a császárnő, mind az uralkodónő kártyája, aki párja a másiknak. Ez nyilván nem véletlen, tehát ez véletlenek nincsenek, de most ebben a pillanatban váltott, és felfedte, hogy hát ő itt bizony az akasztott ember. Ami azért érdekes, mert itt ennél a kártyánál is itt van a kötésszőval, meg is jelent a kötél. Azért itt valami kötés van kettőtök között, és igazániból ezt a kötést itt látjuk is, te szoktad nyújtani a kezedet neki, te szoktad megvívni azokat a csatákat, amiknek valószínűleg kiteszi a kapcsolatotokat. Tehát itt egy nagyon erős kötelék van köztetek is, hogy ez a csalogány szellem már jött most itt hirtelen, de fel is olvasom, azt hiszem nektek is, hogy mi a csalogány szellem üzenete. Azon túl persze, hogy körbevesz a szeretet, ebből azért már látjuk meg, hogy a csalogány mindig hajnalba szólal, meg a legsötétebb órákba, amikor minden a legsötétebb, akkor kezd el dalolni, és mondja a hírt, hogy mindjárt itt a hajnal. Egyébként, hogyha 4 meg 1-es számot összeadjuk, ugye kijön az 5-ös szám, hát végül is ez az üzenet is itt volt, hogy az, ami most itt kibukott, és ami jelenleg helyzet van köztetek, az ez kicsit ilyen torony energiája, mert egyrészt nyilván fájdalmas, ezt látjuk. De tulajdonképpen csak rámutatott arra, hogy milyen a ti kapcsolódásotok. Ha ez nem történt volna meg, a ti kapcsolódásotok akkor is ugyanilyen lenne, csak maximum nem tudnál róla. Az, hogy tudsz róla, az egy lehetőség, hogy értékeld, és dönthess arról, hogy szeretnéd-e, tudod-e, akarod-e a bizalmat még visszahozni ebbe a kapcsolatba. És ez az 5-ös szám. Tehát volt a 4-es szám az a helyzet, ami volt. Nem tudtál róla. Nem tudtál az árnyék oldaláról a kapcsolatodnak eleinte. De most, hogy ez már egyértelmű és világos, a 4-es az, ami rossz a kapcsolatotokban, tehát ez az ingatag alap, az stabil volt, de ez a stabilitás változhat most meg. Tehát mindenképpen változtathatsz azon a fény és árnyék minőségen, ami eddig jelen volt, mert most dönthetsz, hogy ebbe a kapcsolatban be tudod-e hozni a fény minőséget, és akkor van értelme bármit is tenni, bármit is dolgozni, bármit is elfogadni, bármit is megtenni a másikért, vagy pedig az a megoldás számodra, ha egy másik kapcsolatba keresed azt, amit eddig itt szerettél volna. Mert itt tulajdonképpen az 5-ös szám és a torony energia ezt hozza, hogy kiderült, hogy nem jók az alapok. És lehet, hogy jó lett volna, ha egyből kiderül, de egyből nem tudott kiderülni. Tehát ez mindenféleképpen idő kellett. És most legalább tudod, most legalább tisztában vagy bele, és hogy hova fogod az új házat felépíteni, ez az 5-ös, ugye az új építkezés, erre az alapra, vagy egy másik alapra, erre a kapcsolatra, vagy egy másik kapcsolatra, az pedig már a ti döntéseteken múlik. De olvasom akkor a csalogány szellem üzenetét. Minél sötétebb az ég, annál inkább tűnik úgy, hogy a hajnal már sosem jön el, ám a csalogány szellem azt hirdeti, hogy a nap újra fel fog ragyogni. Hamarosan újra érzed majd a szeretetet, és felfigyelsz a téged körülvevő bőségre. Énekelj te is. Tegyél fel valami zenét, vagy egyszerűen csak dalolj bele az éjbe, hiszen ha rátalálsz a belső fényre, és kisugárzel magadból,
Várjatok, és most elfelel, hogy oda mutattam, elvesztettem a fonalat, és hogy hol tartottam. Kisugárzod magadból, az reményt kelt, és segít meghallani mások hangját is, akik hozzád hasonlóan már attól kezdtek félni, hogy a fény sosem jön el hozzájuk. Hozd el a fényt az éjszakába, a belső szeretet segítségével. Adj neki hangot, és ne feledd, hamarosan hasad a hajnal. Hát most kinek mit hoz az új nap, a hajnal egy új kapcsolatot, vagy ennek a kapcsolatnak a megújulását, az kérdés, de ahogy mondtam, az ötös számmal mindenféleképpen valami újat kell felépíteni, és rajtatok múlik, hogy most ezúttal milyen alapot választatok az újnak. De itt fontos téma ezzel a kártyával az önszeretet, az önismeret, valóban ilyen kitartó vagyok-e, vagy valóban tudom-e rendbe hozni a dolgokat, vajonban tudom-e úgy nyújtani a kezemet, hogy ez szilárd legyen, és valóban a másik képes-e úgy elkapni. Akarom-e én ezt, ez az önszeretet kifejeződése, vagy pedig valami másé. És minél szélsőségesebb és nehezebb esetekben vagytok benne, a helyzet az, hogy egy általános videó, annál kevésbé tud útmutatást mutatni, meg úgy általában a külső segítség is, hiszen ez a belső fejlődés az mindig egy egyedüli út, mindig egy magányos út. Lehetnek körülöttetek emberek, akik ezt azt mondanak és tanácsolnak, de azon az úton úgyis csak ti jártok, és egyedül kell, hogy végig menjetek. És egyedül kell meghoznatok a döntést is, hogy mire hallgattok, és mire nem. Kire hallgattok, és kire nem. Akárhogy is, ebben a két kártyában mindenféleképpen azt látom, hogy ti túl fogtok jutni ezen a válságos időszakon, az ott meg a sárgának a keveréke milyen hasonló a két kártyán. A zöld ugye a gyógyulás színe, a sárga fény, a remény, a szeretet, a melegség, tehát föl fogja itt még valaki melegíteni a ti szíveteket, be fognak még gyógyulni a sebeitek, de azt hiszem, hogy előtte el kell döntenetek, hogy ezt milyen módon szeretnétek megtapasztalni. Nos, kedves kettes paklit választok! Ez volt a ti üzenetetek. Én remélem, hogy tudott segíteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek, meghallgattátok. Ne felejtsétek el, hogyha nem teljesen rezonált, akkor számtalan más videó van fönt még a csatornán, amiből tudtok szemezgetni a megérzéseitek alapján. Ha tetszett a videó, kérlek, ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni a csatornára, hogy még nem vagytok, de hasonló tartalmak érdekelnek. Remélem, hogy hamarosan találkozunk még. Sziasztok!